Május 4-én újabb elgondolkodtató előadásra került sor a Budavári Evangélikus Szabad Egyetem keretein belül. Aki naggyá akar lenni, az legyen szolgává, idézett a Bibliából rövid áhítata során Fabin Tamás püspök, mielőtt bemutatta volna az előadót, Jeszenszky Gézát, aki a rendszerváltozás után miniszterelnökké választott Antal József kormányának külügyminisztere volt. A miniszter szó latin gyökere, alázattal cselekvő szolgát jelent, márpedig az írás szerint maga Krisztus utalt tanítványainak arra, hogy úrhatnám természetű embernek nem lehet helye a megváltó kormányában. Én úgy gondoltam, hogy noha én elsősorban történésznek tekintem magamat, és a magyar történelem vagy a nemzetközi történelem sok fontos aktuális témát kínál, de mégis gondolom, hogy a magyar közönséget leginkább az érdekli, amiben jelentősebb szerepem volt a magyar külpolitika, akár miniszterként vagy nagykövetként. Úgyhogy itt ezen belül is a szomszédságról szeretnék itt szólni. És azért adtam ezt a címet, mert keresztény emberként és valóban miniszterek, evangélikus lelkészek leszármazottjaként ez volt egy kézenfekvő célom, amikor ezt a megtisztelő feladatot kaptam Antal Józseftől, hogy többek között a dunai országokkal, szomszédainkkal barátságot, jó viszonyt teremtsünk, ami nem volt jellemző mondjuk a 20. századra, vagy a 19. század közepétől azóta következő évekre, de úgy legyen jó viszonyunk a szomszédunkkal, barátság, megegyezés, kiegyezés, ahogy nevezzük, hogy ez nem a határon túlra rekesztett, békeszerződéssel tőlünk elválasztott magyarok kárára, magyarok feje fölött történik. Nem gondoltam, hogy annyira nehéz lesz ez a feladat, vagy talán azt is mondhatnám, hogyha engedünk egyfajta pesszimizmusnak, hogy ennyire sikertelen, ennyire reménytelen lesz ez a feladat. Az előadást a volt külügyminiszter az egyik legfontosabb jézusi parancsra építette. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. A 40 év kommunizmus után szabadon választott Antal kormány szomszédságpolitikájáról szóló visszaemlékező elemzését Jeszenszky Géza az akkori politikai vezetés erre vonatkozó elviserokpontjának felidézésével indította. Törekedni kell a jó viszony kialakítására a szomszédos országokkal, de úgy, hogy ez soha ne váljon az ország jelenlegi határain túreket magyarok kárára. Ez bizony rendkívül nehéz feladatnak bizonyult, tette hozzá az előadó. Miért voltam viszonylag optimista, és miért bíztam abban, amit egyébként az Antal kormány, most lesz lassan nem sokára 25 éve, hogy a kormányfő parlamenti expozéjában bemutatkozáskor elmondta, hogy milyen jó viszonyt kívánunk a szomszédokkal. Azért gondoltam, hogy nem lesz annyira nehéz, mert egyrészt valóban valamennyien szomszédunk keresztény ország. Az, hogy az ortodox Románia, akkor még létező Jugoszlávia a szomszédunk, úgy tűnt, hogy a 20. század végén, amikor a nagy egyházszakadásnak és az áthidalásán dolgoztak egyházfők, hogy ez nem lesz vízválasztó. És ha pedig más szomszédainkra gondolunk, azokkal pedig hát még a nyugati kereszténység fog összehozni, és ráadásul hát ugye azok a parancsok, amik elhangzottak itt, és az ige parancsa, és egyáltalán a krisztusi tanítás. A másik ok, ami miatt reménytelinek gondoltam, ez 89, a csodák éve. A jelenlevőkre körülnézve mindenki emlékszik erre az évre, arra az időszakra, arra a váratlan csodára, hogy nem csak a kommunizmus ért véget, hanem mindaz, amit a kommunizmus jelentett, az elnyomás, a félelem, a besugók rendszere, a pártitkárok rendszere, az egymásnak feszülő, de elfojtott indulatok, amelyek sokszor még erősebbek, mikor el vannak folytva. Tehát a kommunizmusból megszabadulva, ráadásul olyan emberek kerültek a legtöbb ország élére, akik szemben álltak a kommunizmussal, és sokan közöttük személyesen is jó viszonyt
barátságot hoztak létre egymás között. Legismertebb volt a cseh és a lengyel kapcsolat. Tehát ő, Magyarország is, miközben hivatalosan ugye részt vettünk például Csehszlovákia 68-as megszállásában, de az akkori magyar hangulat kifejezetten cseh és szlovák barát volt. Azután 89-ben a Magyar Televízió komolyan hozzájárult a csehszlovákiai fordulathoz. Havel, aki éppen a börtön kapujában volt, azzal interjú. Vagy Románia felé. Román nyelven szólalt meg a Magyar Televízióban második, vagy első Mihály román király. Tehát mi megtettük a magunkét legalábbis 89-ben azért, hogy segítsük szomszédainkat is a diktatúrából kibontakozni és lerázni a békjókat. A szomszédok jobb megismerése, a keresztényi türelem és megértés következetes gyakorlása közelebb viheti a dunamenti népeket az oly régóta elhitott megbékéléshez. Ez volt az est és az előadás konklúziója is.